A héten Berlin javaslatára ugye Párizsban tartottak egy informális miniszteri tanácskozást, amelynek az lett az eredménye, hogy a 28 tagállamból csak 14 tagállam mondta azt, hogy jó megoldás az, hogyha létrehozunk egy bizonyos mechanizmust, amely szerint majd a földközi tengeren keresztül érkezett migránsokat elosztjuk egymás között. Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője, hogy látja, mennyi idő kell ahhoz, míg az európai országok belátják, hogy nem megoldás a migrációra a kvóta? Jó reggelt kívánok! Most már a kvóta gyakorlatilag 2015 óta van napirenden folyamatosan, soha nem került le, csak mindig átnevezték, és a mostani német-francia javaslatról nem tudunk többet annál, hogy létezik, mert hogy a részleteket nem ismertették ezzel kapcsolatban, csak azt mondták, hogy nagyon hatékonyan fog működni, gyorsan alkalmazható lesz, és persze tök jó, csak nem tudjuk, hogy mit akarnak csinálni. Azt látszik, hogy a németek és a franciák ugye most megint jobban együttműködnek, és gyakorlatilag arra törnek, hogy Európát ők vezessék, mint nagy és régi tagállamok. Na most az a baj, hogy ugye a migrációt ellenző, egyébként a migrációt ellenző Salvini is belemenne egy ilyen elosztási mechanizmusba, ugyanis ő nem szeretné, hogyha ott maradnának Olaszországban a tengeren érkezett illegális bevándorlók. Úgyhogy főleg ezeknek a tagállamoknak, akiket jobban érint így Málta, Olaszország, lenne mondjuk az ő szempontjukból lenne fontos egy ilyen elosztási mechanizmus, de be kell látni, ugye most is csak a tagállamok fele támogatta, hogy ez egy olyan kérdés, amiben már 4 éve nem tudnak megegyezni. Tehát ideje lenne ezt levenni az asztalról. Arról hallottunk híreket, hogy a leköszönő Európai Bíróság az a stop soros törvénycsomag miatt az Európai Bírósághoz fordult, ugye tovább léptette a szabálysértési eljárás Magyarország ellen. Igen, igazából ugye ez már egy további fokozat, a bírósági szakasz, és nagyon érdekes egyébként, hogy mikre hivatkoznak. Most azt mondják például, hogy a magyar jogszabályok azért összeegyeztethetetlenek az uniós joggal, mert hogy a menedékjog iránti kérelmek elfogadhatatlanságára egy új indokot vezettek be. Na most, amit ez alatt ők értenek, az tulajdonképpen az, hogy alaptörvényi szinten került rögzítésre az 1951-es Genfi menekültügyi egyezmény szerinti első biztonságos ország elve. Hát azért 1951-es jogszabályt nem mondanék egy új indoknak. És innen is látszik, hogy itt nem egy szakmai vitáról van szó, hogy összeegyeztethető-e vagy nem az uniós joggal, hanem itt egy politikai vita jogi köntösben gyakorlatilag, és egy támadás a magyar szuverenitás ellen, hiszen hogyha most ezek után az Európai Bíróság úgy dönt, hogy elfogadja az érvelését a bizottságnak, akkor gyakorlatilag itt a jövőben nem érdemes tagállami szuverenitásról beszélni. Elképzelhető az, hogy az Európai Bíróság kimondja azt, hogy egy tagállam változtassa meg az alaptörvényét? Hát ez jogi nonsens, nem? A jelenlegi uniós szerződések alapján. Igen, de hát ugye ez is nonsens, hogy megindítottak egy ilyen eljárást, mert hogy olyan dolgokba akarnak beleszólni, amiben az Európai Uniónak semmilyen kompetenciája, hatásköre nincsen. És hogyha most ebben a kérdésben úgy dönt a bíróság, hogy igaza van a bizottságnak, akkor gyakorlatilag ezzel precedens teremtve bármit felül lehet írni az Európai Uniós tagállamok alkotmányában. Mondjuk azt is megmondhatják, hogy akkor mostantól a Budapest nem fővárosa Magyarországnak, hanem egy másik városba helyezik át, mert nem egyeztethető össze az uniós joggal. Na de mikor és melyik törvényhelyen, melyik cikkelyben mondták azt ki, hogy a közösségi jog az elsőbséget élvez minden egyes jogszabály esetén? Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy soha nem mondták ki az uniós alapszerződések. A bíróság volt az, mondom, itt nagyon fontos, hogy milyen döntéseket hoznak. A bíróság volt az 1960-as években, akik azt mondták, hogy az uniós jog az elsődleges a tagállami joghoz képest, de ez sehol, semmilyen uniós alapszerződésben nincsen lefektetve. Csak hát itt már igazából látszik, hogy évtizedek óta zajlik egy olyan folyamat, amikor a jogot értelmezve, igazából szerintem inkább kitekerve, megpróbálnak több hatáskört uniós szintre vonni.
Ugye az Európai Bizottság, pontosan tudva, hogy mikor lesz a választás, még április elején egy vitairatot indított útjára a jogállamiság megerősítése céljából. Ők így fogalmazták, hogy vitassuk meg, hogy hogyan lehetne az Európai Bizottság és az uniós intézmények eszköztárát bővíteni annak érdekében, hogy a tagállamokat, a renitens, úgynevezett renitens tagállamokat megszorongassák egy kicsit. Na most mi lett ennek a vitairatnak a következménye? Most megjelent júliusban egy közlemény ennek kapcsán. Igen, itt már alapból felmerülhet a kérdés, hogy egyáltalán miért kellene az eszköztárat bővíteni. Vagy felmerül ugye a folyamatos kérdés, ami már a hetes cikkely szerinti eljárás óta egyébként a magyar közéletben is, folyamatosan napirendre kerül, hogy mit jelent pontosan a jogállamiság. Ez egy fogalom, ami nincsen megtöltve tartalommal, bárki azt érthet bele, amit szeretne, és mondjuk itt a bizottság a liberális krédó szerinti értelmezést tartja irányadónak. Hogyha megnézzük, akkor mi magyarok is teljesen egyszerűen mondhatnánk más tagállamokra, hogy de hát hiszen nincsen jogállamiság Finnországban, mert nincsen alkotmánybíróságuk, nekünk meg van. Tehát itt megint arról van szó, hogy a bizottság az a saját szerepkörét félreértelmezi. Nagyon reméljük, hogy most a november 1-től felálló új bizottság Ursula von der Leyen visszatér az eredeti szerződések szerinti szerepéhez, és ugye a szerződések őreként és egy jóhiszemű közvetítőként a tagállamok közötti konfliktusok megoldására törekszik majd, és nem további konfliktusokat generál, mint a jelenlegi Juncker bizottság, ami a saját szerepét inkább politikai aktornak értelmezi. És hát azt láthatjuk, hogy ezzel a jogállamisággal, amit ugye félreértelmeznek, meg egyéb olyan szerződéses elvekkel, mint a lojális együttműködés elve például, ezekkel próbálnak maguknak több hatáskört teremteni. Igen, de azt látjuk, hogy a július 1-től Soros elnök Finnország, és ebben a fél éves programban megfogalmazta, hogy fontos lenne a jogállamiságot folyamatosan vizsgálni. Ugye erre is tett javaslatot. De ilyen érdekes, hogy áprilisban születik egy ilyen vitairat, elvileg van egy vita az uniós intézményeken, a parlamenten és más helyeken is, és aztán ugyanazok a mondatok, megfogalmazások jönnek elő a közleményben, júliusban, mint amit megfogalmazott a vitairatban, a vita elindításakor az Európai Bizottság. Tehát mintha nem is lett volna igazán vita erről a dologról, hiszen ugyanazok kerültek be végeredményként. Igen, és nem is gondolom, hogy valódi vita lett volna. Hát az Alapjogokért Központot is megkérték, hogy küldje el a véleményét, és nem hiszem, hogy tükröződik a központnak a véleménye, tekintetet, hogy ez nem egy szakmai vita, hanem egy politikai vita jogi köntösben, és hogy mindig ilyenkor szedik elő a jogállamiságot. Ez szerintem nem tükrözi a bizottságnak az összefoglalója erről az idézőjeles vitáról. Ugye az igazságügyi miniszter Varga Judit megfogalmazta azt, hogy a tagállamok eltérő alkotmányos történelme az megkívánná, hogy a jogállamiság ügyében egy összehasonlító látásmódot alkalmazunk. Tehát amire ön is utalt, hogy minek alapján állítja azt Finnország, hogy Magyarországon nincsenek rendben az alkotmányos jogok, hiszen ott nincs is alkotmánybíróság, ott nem működik alkotmánybíróság, Magyarországon működik. Ott a bírókat a kormány nevezi ki. Magyarországon ez nem így történik. Nálunk az országgyűlés az, ami ezt megteszi. Tehát milyen alapon mondják azt, hogy az alkotmányosság és a jogállamiság az nincsen rendben egyes kipécézett országban, Magyarországon, Lengyelországon, aztán majd találnak újabbat nyilván. Hát vannak ezek a különböző módszerek, amivel megpróbálják büntetni a tagállamokat. Ilyen ez a tervezett jogállamisági mechanizmus, az új, amit a finnek a pénzügyekhez kötnének. Viszont hogyha az egészet, amikről most beszéltünk, egyben nézzük, mint egy nagy képet, akkor azt láthatjuk, hogy itt ez egy átfogó támadás a szuverenitás ellen, és valójában mindegyik lépés azt készíti elő, hogy létre lehessen hozni egy föderális Európát. Mert hogyha mindenhol ugyanazok a jogszabályok vannak, ami ugye az uniós jog már megalapozta, hogyha mindenhol ugyanazok a fogalmak működnek, hogyha mindenhol ugyanazok az intézmények, akkor jóval meg egyszerűbb lesz a dolguk. Már most úgy viselkednek, mintha létezne az Egyesült Európai Államok. Köszönöm Párkányi Esztert, az Alapjogokért Központ elemzőjét hallották.